Polgármester úr, első alkalommal Tápióságon megrendezték a Rétes Sütő Fesztivált. Hogyan érzi magát? Hiszen azt gondolom, hogy reggel 8 óra itt, óta itt talpon van, beszélget az emberekkel, hallott, látott már sok mindent. Igen, nagyon sok mindent láttam, és nagyon meg vagyok elégedve a rendezvénnyel. Nagyon szépen megköszönöm itt a csapatoknak, hogy ilyen nagy számban meglátogattak bennünket, és igaz, hogy elsőre rendezzük meg, nem könnyű feladat, de azt hiszem, hogy sikerül megoldanunk azt, hogy a továbbiakban is eznek hagyománya legyen Tápióságon. Tehát már meg is előzött, tehát ezt már akkor hagyományteremtő szándékkal rendezték. Természetesen hagyományteremtő szándékkal rendeztük, és a megnyitó beszédben is említettem, hogy a környező településeken is már vannak ilyen gasztronómiai rendezvények, és ennek a folytatásaként Tápióság településebben a rendezvény sorozatba beszállt. Tehát nem akartak lemaradni? Pontosan nem akartunk lemaradni, azt hiszem, hogy adottságai megvannak hozzá, hogy ilyen rendezvényeket tartsunk, és így a településnek a imázsát is egy kicsit tudjuk emelni. Ságiak, szoktak-e járni a szomszédos településekre, gasztronómiai rendezvényekre, és ha igen, miben szoktak jól szerepelni? Természetesen járunk rendezvényekre, sőt személyesen én is a Tápió Szent Márton Hurka Fesztiválon 3 éve résztvevője vagyok az önkormányzattal. Elején kevesebb sikerrel, utoljára viszont már elég szép sikereket értünk el, de azt hiszem nem is a helyezés a fontos, hanem a részvétel, és hogy megismerjük egymást, és megismerjük egymás településeit. Ki fogja nőni a rendezvény önmagát? Nem félnek ettől? Attól nem félünk, hogy kinője magát, mert úgy érzem, hogy talán már a mostani pillanatban is kinőtte. Hát megpróbáljuk ezen a szinten mindenféleképp megtartani. Esetleg gondolkozunk abba, hogy ha más időpontra tennénk, és akkor a külső helyszíneket is be tudnánk ebbe vonni. Csókolom, megzavarhatom-e egy nagyon picit a nagy munkába? Milyen az igazi jó rétes tészta? Ilyen, mint amit mi csinálunk. Ez az igazi sági rétes. Ez tápiósági rétes. Hogy nem szakad el, hiszen szinte papírvékony. Igen, mert jó ki van dolgozva, jól ki van dolgozva a tészt, a liszt. És nem kell hozzá semmi, csak langyos, sós, víz, semmi más a világon. Csak langyos, só és sós víz? Se tojás, se zsír, semmi, igen. Igen, 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 igen. És az igazi rétes lisztből van ez? Nem, kunsági. Kunsági. Rendes az a B55-ös liszt? Az a kópos, igen, vagy a kunsági. Igen, ez a kettő. És akkor az a rétes liszt, az csak egy mese? Nem, az kemény a tészta tőle. Attól kemény, ebből egyenek majd, hogy milyen finom puha lesz. De nem az az igazi, amikor jó ropogós? Hát, ha meg van jó sülve, de nem kemény. Nem kemény. Jó, meg fogjuk nézni, amikor elkészül. Milyen réteseket készítenek ma? Ma medgyesmákos, almásmákos, túrós, káposztás, krumplis, minden pélét. Ennyi fajtát fognak ma készíteni? Igen, nem soká lesz főbíve, maguknak is ehetnek, már sül. Köszönöm szépen, jó munkát! Egészségükre! Réteseket készítenek ma? Még különleges rétes készítünk. Mi lesz benne? Mi lesz benne? A milyenkében lesz káposzta, lesz benne megy. De hol van a késztermék? Tessék. Eldugták a szoknya alá! Ja, ott is van! Itt kell odahaza kínálásra. Odahaza? Bizony. De képesek voltak hajnalba fölkelni? Ez a mákos. Melyik? Krumplis. Jaj, engem, a krumplisat nem szeretem, valami édeset szeretnék. Mákos narancsos, tessék. Mákos narancsos. Ha, nagyon finom. Tudom, én találtam ki. És van még, amit kitalált? Van. Melyiket? Az meg itt van, az meg tejfölös. Tejfölös? Az is sós. Nem sós. Édes? Édes. Azt tetszett mondani, hogy
Ez a nagymama féle kibékítő rétes, igen. Mitől az? Attól olyan, hogy összeveszett a nagyanyám meg a nagyapám. És előfordul az? Igen, és azt mondja a szomszéd, azt mondja, képzeld el, úgy összevesztem, azt mondja, a kentekkel, mert akkor nem úgy beszéltek, hogy édesanyám, meg kedvesem, meg szerelmem. Azt mondja, nem akar velem kibékülni. Azt mondja a szomszéd, azt mondja, hogy majd kibékültek a nyoszolyán. Hát másnap megkérdezi, kibékültetik a nyoszolyán? Azt mondja, nem. Képzeld el, bevágott két korsó bort, még jobban elaludt pöfékőt. Azt mondja az öreg. Azt mondja, azt akkor mi lett? Hát azt mondja, majd csinálok én valamit. Úgyhogy volt 6 gyereke, a 6 gyereknek 17 unokája. Rengeteg ükonoka. Minket én 7 éves voltam, odaültetett magam mellé, csinált jó nagy bogrács gulyásost. Hát azt mondja, rétes kellene is csinálni, majd nagyon szereti, azt mondja, kentek, majd kibékülünk akkor. Hát mi lett a történet vége? Meg lett a 8. gyerek. Nem, hanem oda megcsinálta a csipetkettést, tehát a gyereket csipetkettek, valamelyik annyira serítenkedett, hogy mikor kinyújtotta volna a rétes tésztát, ráöntött egy kis zsírt a nagy sederénkálásba. Nagymama gyorsan összegyúrta, na, mégis lesz a kenteknek. Így lett a rétesünknek az története, ettől lett különleges. És száll a rétes, repül a rétes, és úgy, mintha a leveles tészta lenne, úgy repül. Csókolom, fogadjunk, most csinálj először. Nem. Az óvodásokat is itt tanítják meg? Nem először, harmadszor. Harmadszor? Én igen. És akkor kimutatta meg az igazi rétes gyártást? Hát gyakorlatilag nem tudom, magamtól jöttem rá, láttam, hogy más hogy csinálja. És rögtön bemertek nevezni ide a versenybe? De. Miért ne? Miért jönnek ne? Az ofisok is délután? Ja, igen, délbe táncolni, igen. Igen. Ja, hogy táncolnak is? Nagyszerű. Kitől sajátították el ezt a technikát, mert ez olyan kaparós technika, nem? Ezt a Dajka néni az óvodában ajánlotta, hogy így készítsük el. Aha, rétes liszt van benne? Azt hiszem, igen. Mert most hallottam egyébként, hogy rétes lisztet nem jó belerakni, mert attól nagyon törékeny lesz a tészta. Hát akkor most hagyjuk abba. Csókolom, csókolom, mit kennek rá? Mit kennünk rá? Hát egy ilyen hamis gesztenye, hamis ez különlegesség, különleges kategóriában. Mit hamis? Azt nem áruljuk el, majd a zsűri eldönti, hogy mi van benne. Majd én megmondom. Megmondja? Jó. De jó van benne. Hát az nincs benne, speciál az nincs benne. De van benne sok minden, úgyhogy hát ezt most nem árulom el, majd elmondja a zsűri, hogyha... eldöntötte. Hogy érdekes ilyen. Az íze. Érdekes, igen. Hát azért mondjuk, hogy hamis gesztenye. Jöhet, nyugodtan dolgozzanak csak, mert nem akarok feltartani senkit. Mazsolát raktak bele szépen, és igen. Önök is nyújtják. Vagy húzzák, bocsánat. Igen, ez húzott. Ez a második alkalom, amikor ezt kipróbáltam otthon egyszer, és most itt még egyszer. Igaz, de ez elég macerás ez a rétes készítés, nem? Nem. Bár előbb elkezdtem volna. Igen? Igen. Valamikor régen a mamával csináltuk, de még akkor nagyon kicsi voltam. Aztán úgy el lett felejtve, de most adódott ez az alkalom, és így most megpróbáltam. Próba szerencse. Ezt szeretem nézni, mikor mindenki rak hozzá valamit, káposztás lesz. Ön a legfontosabb, mert tartja a fazekat. Így van, igen. Vagy lábos, vagy mi ez? Ez lábos. Lábos, na, kérem szépen. Nehogy lemaradjak itt, valaki azt mondja, hogy nem is jó mondom. De nem raktak bele sok borsot? Ki készítette a tölteléket? Aki készítette, az otthon maradt be. Ez el sem mert jönni. Igen, így van. Megbetegedett? Belebetegedett a rétes készítésbe, kérem szépen. Honnan jöttek? Pándról. Pándról. Hát hol a megy belőle? Hát a Pándi megy a híres. Ez olyan is. Azt a végére tartogatjuk. És a csapat szokott lenni a megy fesztiválon? Igen. És milyen sikerrel? Harmadik helyezettek lettünk, tavaly a főzőversenyen. Gratulálok, gratulálok. Jó munkát. Csókolom, nagyon óvatosan tetszik ezzel a tésztával bánni. Nem, ez
az asszisztencia eltűnt. Segítsek? De nem, köszönöm szépen. Ez egyedül is megy? Egyedül is. Kell annak menni egyedül is. Mire kell vigyázni? Hogy el ne szakadjon, meg egyenletes, vékony legyen, és arra kell ügyelni, hogy mire végeztünk, akkor hártya vékonyságú legyen, egy kicsit kell hagyni szikkadni, és folyamatosan kell zsírozni. Ja, megjött a segítség, megjött a segítség. Mindenki folyamatosan szokott otthon rétes csinálni, vagy csak ilyenkor? Hát engem a Marika tanított meg. Igen? És azóta szoktál is készíteni? Hát még nem volt rá idő. Csak megtanítja őket, de nem csinálják, látja? Mert jövőre már egyedül, jövőre már ők jönnek. És ön? Hát majd én nézem őket. A tévén keresztül. Nem. Honnan tetszettek jönni? Tápió Szentmártonról, tudja, a világ közepéről. A világ közepéről. El ne felejtse, a kincsem szülőfaluja, meg hát az is egy nevezetesség, hogy mi ott születtünk. Mik ezek? Ezekkel próbálom jelezni, hogy milyen rétest fogyaszt a kedves zsűri. Ez a meggyes diós, fahéjjal ízesítve, ez itt fahéj, ez a krumplis, ebből kétféle van, borssal és paprikával ízesítve, ez a tökösmákos rétesnek a szimbóluma, ez a túrós rétesnek, mert citromhéj, túró és mazsola, ez pedig a káposztás rétes. Ezt ön találta ki? Igen. Most csinálta először? Nem hiszem. Én életemben már többször csináltam szimbólumokat. Otthon is csak a család kedvéért is, vagy éppen a gyerekeknek, hogy na találjátok ki, hogy mivel van megtöltve. És a szimbólum... Önnek mi volt a foglalkozása? Óvónő. Na, ezt gondoltam volna. Ehhez azért kell egy némi ilyen érzék, meg egy kis gyerekesség, és hát azt gondolom, hogy ez a zsűrit meg fogja hatni. Nagyon remélem. Lélektől lélekig küldjük a rétes. Drukkolok önökért. Érdeklődéssel figyelt ezt a sonkás rétes, én nem tudom, mi lesz ez. Hát én sem, majd amikor kisül, akkor megkóstoljuk és meglátjuk, hogy milyen az íze. Én nagyon örülök, hogy vannak a hagyományos rétesen kívül olyan gondolatok és olyan elképzelések, amit azt hiszem, hogy nem mindenki ismer. És pontosan ez a hagyományos réteshez ilyen alapanyagokat raknak, hogy tojás, sajt, hús, ízesítik különböző fűszerekkel. Hát kíváncsi leszek, hogy mi lesz az eredmény, remélem, hogy nagyon finom lesz. És hát itt már egy pár asztalnál végigmentem, és ott is nagyon sok különleges dolog van, amit jó lesz majd nekem is átnézni, és összesíteni, és valahogy valami módon egy kis cikkbe leadni a többi gasztronómusnak, hogy tanuljanak ők is belőle. Lehet ilyenkor tanulni egy ilyen rendezvényen? Minden rendezvényen lehet tanulni. Még ilyen vénrókának is, mint én vagyok. Mindig mondanak újdonságot, és ezeket az újdonságokat szeretem kipróbálni. Uraim, uraim! Önök itt a dísz, ugye? Nem tudjuk, hogy dísz-e vagy nem dísz. Honnan jött? Dísz mindjárt, Pándról. Pándról, sokan jöttek Pándról. Elnézik az asszony, az dolgozgat maguk, meg itt nézik a színpadi dolgokat. Úgy van, pontosan. Erre jó? Erre most... Hát még nem értünk hozzá, az igazság. Csak akkor önök a kísérők, meg a védő angyal. Úgy van. Nehogy valami baj legyen. Úgy van, pontosan. Milyen rétes szeret? Mindegyiket, a káposztásat, a túrósat, a meggyes mákost, a tököst, minden, csak rétes legyen, finom legyen. És egyébként otthon szokott lenni rétes? Szokott, hál' Istennek, jól süt a feleségem, meg sokat. Sokszor készít rétest is? Hát rétest az kevesebbet, de ünnepnapokon majdnem mindig csinál rétest is. Köszönöm. Tápióságon vagyunk az első rétes fesztiválon, amely, ha jól tudom, Vér János nevéhez kötődik egy kicsit. Még a nyáron történt, hogy egy falunapon itt voltam, és kértek a ságiak, hogy valamit találjunk ki, hogy tápióságon mit lehetne a gasztronómiában rendezni. És tudni kell, hogy én 5-6 évvel ezelőtt kutattam Tápióvidéknek a régi ételeit, és akkor találtam rá, hogy a
tápióság, tápiósügy, tápiósáp, úri, tápiószecsőnek nagyon jellegzetes a 900-as évek elejéről a réteskészítés. Ugye vitték lakodalmakba, vitték gyermekágyas anyáknak, akkor ünnepségekre csinálták, és akkor támadt az ötletem, hogy akkor miért ne próbálnánk meg még tápióságon. Ilyen nem volt, hogy hát sikerül a tápióvidéken bevezetni ezt a rétessütőversenyt. Azt mondja, hogy vannak különleges a területre jellemző rétesek. Ez tésztájában különleges, vagy a töltelékében? A húzott rétes. Ugye Magyarországnak több táján vannak a réteskészítésnek hagyományai, főleg a húzottak, és főleg még ott is a hagyományos ízek a káposztás, a krumplis, a mákos. A mai ízek ezek, mert ugye vannak, hogy tesznek sütőtököt, mákos, meggyes, ami a fantáziát megengedi a modernabb tőtelékekbe, meg ami a mai ízeknek jobban megfelel. Hogyha a hagyományokat nézzük és a területet, mi volt a legjellemzőbb rétes a tápióvidékére? Hát a mákos rétes és a túrós, ugye ez mind megtalálható volt otthon a kertben, meg a háztáiba, és ezek voltak a túrós, meg a mákos volt a legelterjedtebb rétes. A mai napon a hagyományos, a szokásos káposztás, a túrós rétes mellett különleges réteseket is kell a csapatoknak, vagy lehet készíteni. Gondolom szétnézett már, találta olyan különleges rétest, ami ha nem is megdöbbenéssel fogadott, de mégiscsak azt mondja, hogy hát azért ezt érdemes lesz megkóstolni, hogy hogy áll ez össze. Igen, találtam, a kávaiaknál láttam, csak még úgy ránéztem, egy elősütött ilyen érdekes stílusban, mint egy zsebkendő lenne összehajtva, és rakták bele túrós tölteléket. Nagyon kíváncsi leszek, hogy milyen ízharmóniát hoznak ki belőle. Én láttam itt húsos rétest. A rétesekre mennyire jellemző az, hogy hússal, füstölt hússal, kolbásszal, vagy akár hurkatöltelékkel töltik? Hát a mai korban ugye a mai ember próbálja a modern konyhába bevezetni a szája ízéhez képzelt töltelékeket. Szerintem biztos, hogy egy sós rétesnek nem rossz egy hússal vagy egy kolbászán megtöltött rétes. Én nekem például a kedvenc rétesem a hagyományos krumplis, és nem a fehér és a borsos, hanem a, mint hogyha egy krumplis tésztát a hagymás krumplival, ami meg van töltve, én nekem az a kedvenc rétesem. Egyik kétféle ízesítés lesz. Lesz egy francia krém alapú, meg egy mascarpone krém sajtos. És gyümölcsökkel is fehér csokival lesz díszítve. Aha, de ez rétes vagy nem rétes? Rétes. Különleges rétes kategóriába fog indulni. De ez bolti tészta? Ez bolti, így van. Így van. És lehet ilyet is indítani? Különleges, de minden kategória belefér, bármelyik.